ez ma egy olyan együttes, mint amilyet annak idején megálmodtunk, és amit én ebből a városból hiányoltam. Ennek az együttesnek ma nagyszerű dolog a művészének lenni. Azt gondolom, ez az az együttes, és ez az a mindennapi lét, amiért egy fiatal kisrác, mint amilyen én is voltam 40 évvel ezelőtt, hangszert vesz a kezében, és amikor az előadó művészeti pályát választja, akkor erre gondol, hogy a végén ezt fogja őt találni, és ebben élheti. A zenekar művész identitását nagyban meghatározza a vezető karmester karizmája. Büszkék vagyunk arra, hogy ezt a munkát a finn-magyar dirigáns Bogányi Tibor irányítja. Magyar zenekar élén még nem voltam, és ezért ez egy különleges terület. Amikor olyan hatást tudunk elérni a koncerten, hogy a közönség tele zsebbel egy életre emlékezni fog rá, nem is az egész koncertre, akár csak egy kis motivumára, ez a misszió, ez a legigazibb, legőszintébb zenélés. You go crazy until the tempo. A positive shock for me, because I found a very young, hungry for music and art and creation, not corrupted collective. And we're working on a level when we don't think about being politically correct or formal or whatsoever. We're working like we know each other at least for 5 lives. We had an understanding with Tibor, a real artist should be a brother. It's a brotherhood. Pécs 200 évet várt arra, hogy a kiváló együttese megfelelő akusztikai környezetbe szólaltathassa meg a zeneműveket. 2010-ben készült el zöldmezős beruházásként ez a fantasztikus hangversenyterem, amely azóta 5 nemzetközi építészeti díjban részesült. Koncertjeink 90%-át ebben a fantasztikus teremben játszhatjuk. Ez egy inspirációforrás. Zenekarunk olyan művészekkel dolgozik együtt, mint Benjamin Schmidt, Kirill Trusov, Maxim Vengerov, Misha Majszki, Fazil Szaj, Anya Harteros, Krisztof Penderecki, Krisztián Mandeál, Gilbert Varga, Olár Jelc. A Pannon Filharmonikusok azzal a zenekarrá vált, amelynek a világ nagy hangversenytermeiben helye van.